úgy látja, a momentán legeredményesebb, ezáltal legjobb magyar férfi maratoni kajakos Boros Adrián, a tolnai kajakkenu ese versenyzője, hogy változtat egy picit eddigi felkészülési metodikáján. Abból a pár játékító tempóból, amit felkészüléssel, főleg a sok utazással és versenyzéssel tölt el egy-egy évben, abból jövőre esetleg valamennyit visszavesz. Nem tölt el felkészüléssel például annyi időt, a távoli melegövi kontinenseken nem megy el annyi meghívásos versenyre, mint eddig. Mert ez a kisebb lazítás segíthet, meggyőződése szerint abban, hogy egyszeres világbajnokként, sokszoros EB és VB egyéni érmesként ott maradhasson a szűkebb nemzetközi élvonalban, a kajakkenu maratoni szakágában hosszabb távon. Nem törekszik arra például, hogy egy-egy évben 7-8 ezer kilométert is összelapátoljon mindent egybe véve. Jövőre szerintem egy kicsit más taktikát kell bevetnünk, mert jövőre nem rohanunk ennyire, mint idén. Elég későn lesz a világbajnokság októberben, és ennek jegyében szerintem később is fogunk vízre szállni, tehát nem kell ezt a februári dolgot erőltetni, hanem úgy gondolom elég, hogyha márciusban szállunk először vízre. Most itt lehet, hogy úgy gondolom, hogy az EB-t nem azt mondom, hogy nem kell komolyan venni, hanem lehet egy fokkal lájtosabban, és utána a VB-re sokkal jobban felkészülni. Azért a dél-afrikai szupermaratonikat nem rendezhetik meg Boros Adrián nélkül 2019-ben sem? Szerintem nem. El fogok menni mindenhova, ahova tudok. Itt szó lehet Argentináról, vagy a Dél-Afrikáról. Meglátjuk, mit hoz a jövő, még nagyon messze van. Ezekben a napokban, az elmúlt hónapban, amennyire lehetett, lazított, kikapcsolódott, időt szakított hobbi sportjai űzésére is. Ezekhez persze el kell utaznia távolabbra. Mind a szörfkajakot, meg mind a sima szörfözést is nagyon szeretem. Hogyha olyan helyre megyek nyaralni, vagy telelni, vagy nem tudom még, akkor nyilván fogom csinálni, vagy meg fogom próbálni. Nem fogok benne megszakadni, de úgy gondolom, hogy azokat a sportágokat azért csinálom, mert szeretem. Az idén kipróbálta magát még egy versenyszámban az 5000 méteren, mégpedig egy világkupa viadalon Szegeden, ahol második tudott lenni. Fölvetődik, belefér-e még az ezen a távon való versenyzés, amit egyébként a síkvízi világbajnokságon az olimpiai számok mellett rendeznek, és nagy rangja az itt elért sikereknek. Itt először meg kell várni a jövő évi versenyműsort, ahol látjuk majd, hogy hol lesznek a válogatók, és hogy nem ütik-e a maraton versenyeimet a válogatók, tehát itt gondolok az egyhetes körzetébe, de én nem fogok, tehát én a saját EB-met, meg VB-met azt nem fogom feláldozni az 5000 méter miatt, viszont ha ilyen 3 hét vagy 2 hét távolságban van, akkor úgy gondolom, hogy meg lehet próbálni, és lehet is rá készülni. Meglátjuk, azért nehéz dolgunk van itthon, nagyon sok jó versenyző van, és hát bármi megesett egy ilyen válogatón, a külföldi versenyen, meg hát ott meg még több jó versenyző van. A munka intenzitása nem fog változni, sőt, legfőjebb kilométerekben lehet kevesebb, de az sem biztos. Avat be a kulisszák mögé Barina József vezetőedző, aki a klub világhírű versenyzőjével már egyeztetett ezügyben. Hát azon nem nagyon lesz változtatva, nem azon lett változtatva, hogy nem megy el melegvizes táborokba, tehát nem megy februárban Dél-Afrikába, meg Szingapúrba, nem utazza át az egész telet, hanem itt fog tolnán készülni. De az intenzitás az ugye marad. Látom azt, hogy egyre több rövid távú, szubmaximális terhelést igénylő edzést végez Domboriban, itt-ott-amott, ahol egy kicsit kísérleteztek is az ő úgymond adottságaihoz és teherbíró képességhez illően. Hát a síkvízi világkupán, ami Szegeden volt, ott 5000 méterre második lett a világ legjobb kajakosa, a Pimenta tudta csak legyőzni, tehát nem csak maratonon jó az Adrián, egy a hosszabb távokon igenis nagyon jó. A maratoni szakákban világbajnokok, VB, EB dobogósok a többi sportolóhoz képest még mindig meglehetősen szerény anyagi javadalmazásban részesülnek nagy sikereik után, egy-két kivételtől persze eltekintve. A klub mit tud úgy adni, hogy ez ne menjen a szakosztályi működés rovására? Az utazásait fedezzük, bármi, amire szüksége van, a masszörtől kezdve,
minden, tehát van ez a fánklub, az egyesület is, jelentős összeget támogatta most az év végén az Adrián. Tehát gyakorlatilag azért a szövetségi szinten késik, de az egyesület próbálja a hűségét, a kötődését hát erősíteni. Nem, hát a szövetség is fedezi a tavaszi vízalapozó edzőtábort, havonta ösztöndíjat kap. Tehát az odafigyelnek az ilyen szintű sportolókra. Tehát gyakorlatilag megvan az a havi járandósága, ami miatt nincsenek gondjai, hogy ne tudna felkészülni, és mondjuk el kellene mennie valamit csinálni a napközben két edzés között. Nem, de most is dolgozik így a pihenőbe azért, de nyugodtan ő profi kajakos lehet. Aki jövőre és még évekig azért küzd, hogy párosban 2015 után újra, egyesben pedig először pályafutása során egyéni világbajnok lehessen, öregbítve ezzel a már szűkebb hazájának nevezett Tolnavárosát, az itteni kajakkenu klubot. Ha ha ha.